A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia idei Kristálygömb díját a kuratórium Kasztori Rudolf akadémikus, dr. Gábrics Molnár Irén nyugalmazott egyetemi tanár és dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár 2020. október 30-án egyhangulag Pfeiffer Attilának ítélte oda a történelemtudományok terén elért kiváló eredményeiért és a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon való kiemelkedő szerepléseiért. Pfeiffer Attila az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán asszisztens, nemrég ledoktorált. 1988-ban született Zomborban, jelenleg is ott él. A zombori általános és középiskola után 2007-ben nyert felvételt az Újvidéki Egyetem bölcsészkarának történelem tanszékére. Az alapképzést 2011-ben fejezte be, 9,42-es átlaggal, megszerezvén az okleveles történész címet, majd ugyanitt iratkozott be a következő évben a mesterképzésre, amit 2013-ban 9,83-as átlageredménnyel be is fejezett, és a mester történész címet érte el. Doktori tanulmányait szintén az Újvidéki Bölcsészkaron kezdte el, ugyanebben az évben. 2020. szeptember 30-án summa cum laude minősítéssel sikerült megvédenie doktori értekezését szerb nyelven. A munka címe Istoria bácsa od poznog srednjeg veka do opadanja moći Osmanskog cárstva. Bács története a késő középkortól az oszmán császárság hanyatlásáig. Ezzel elnyerte a történelemtudományok doktora címet. Pfeiffer Attila történelem tanárként 2012-14 között a Nemes Militicsi Testvériség-Egység általános iskolában kezdte pályáját, 2013-15-ig a szabadkai Szvetozár Márkovics gimnáziumban dolgozott, ahol diákjai számos történelemversenyen vettek részt, és kiemelkedő eredményeket értek el Szerbiában és Magyarországon. 2015 óta pedig az Újvidéki BTK történelem tanszékén dolgozik tanársegédként. Már hallgatóként több tudományos diákköri konferencián vett részt. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 10. nemzedékének volt tagja, mentora dr. Györe Zoltán. Szerepelt a 10., 11., 12., 13., 16. VMTDK-n. Ha a VMTDK honlapján rámegyünk Pfeiffer Attila profiljára, akkor azt látjuk, hogy 5-ször lépett fel, dolgozatainak címei a következők. A török hódítás megtorpan? Egy nemzetiség sorsa 1941-48 között. A magyar szent korona származásának kérdései. A Pfeiffer család megpróbáltatásai. Keresztény oszmán harcok a Bácska délnyugati részén a 16. században és a 17. század elején. Később itthon és külföldön több nemzetközi tudományos konferencián is részt vett. Kutatási területeihez tartozik a középkori és újkori magyar történelem, a Habsburg monarchia története, Bács középkori és törökkori története, Bácska története a 14.-19. század között, illetve a vajdasági németség története a 18.-19. században. Tanulmányait 2014 óta publikálja M53-as, M52-es, M51-es, valamint M24-es és M14-es folyóiratokban szerb és magyar nyelven. Gratulálunk Pfeiffer Attilának, aki bátran vette az akadályokat, hogy kitartó munkával elérte ezeket a szép és a Vajdasági Magyar Akadémiai Közösség szempontjából is fontos eredményeket, és hisszük, hogy vállalásainak tudatosításában a VMTDK is szerepet játszott. Még egyszer gratulálunk! Köszönöm. Köszönöm szépen!
Mit is mondhatna az ember ilyen nagy megtiszteltetést követően? Hát szeretnék egy pár mondatban összefoglalni, mit is jelent valójában én nekem ez a Kristálygömb díj. Ahogy Csányi tanárnő is említette, ez a történet évekkel korábbra megy vissza, egészen a 11. VMTDK-ig, illetve amikor felvételt nyertem a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégiumba és a 10. nemzedékként cseperedtem, illetve dr. Györe Zoltán mentorálásának köszönhetően felkészültem lényegében a történelmi tudományokban a részvételre, és igazából itt tanultam ki a szakmát. Ez a Kristálygömb díj most mindennek a nagy munkásságnak a gyümölcse valahol. A kutatások, illetve az eredmény, a doktori disszertációnak a csúcspontja, kicsúcsosodása, mivel 7 év komoly kutatást után megszületett egy olyan munka, amely 4 országba való kutatást követően több száz történelmi forrást áttekintve, megnézve, átkutatva, össze lett foglalva, ahogy a Tudományos Bizottság is mondta a védésen, ez valahol egy lehetetlen küldetésnek a teljesítése volt, hiszen 2 korszakot, amely civilizációs, kulturális különbségeket hordoz magában, sikerült úgy összefonni, összekovácsolni, hogy ezzel egy doktori disszertáció szülessen, és hogyha Jóisten is úgy akarja, akkor egy napon egy monográfia, egy fontos könyv szülessen. Úttörő munka volt több szempontból is, az egyházi intézmények kutatásában is, csak a bácsi káptalant szeretném megemlíteni, illetve a gazdasági, demográfiai történelem Bács városának mind a 2 aspektusát sikerült egy kicsit megvilágítani, ezeket a fehér fortokat eltüntetni. Gondolok itt csak az aranyműves céhre, amely a középkor végén, a Jagelló korban működött a városban, és komoly kapcsolatokat ápolt Szegeddel, de a messzi erdélyi Brassóval is. Még egyszer szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogattak, elsősorban dr. Györe Zoltánnak és Csányi Erzsébetnek, és a családomnak, hogy végig kitartottak mellettem, és hittek bennem, és ezzel köszönöm szépen.